Na, háló. Azért lettünk itt egy páran. Sziasztok! Üdv mindenkinek! Szerintem van egy-két ember, aki még sose járt itt, és nem is tudja nagyon, hogy mit keres itt. Először is köszi szépen a támogatást, a követést. Nagyok vagytok. Igyekszünk ezt meghálálni. De nem árulok zsákba macskát. Ennél kicsit kevesebben szoktunk lenni, úgyhogy megpróbálom tartani a csettel valamennyire az iramot, válaszolni minden kérdésre, amire csak tudok. Nekem van egy agenda, hogy mit szeretnék elmondani, mert nyilván a legtöbben a VR-os projekt miatt vagytok itt. Egyébként itt vannak a munkatársak, ők is tudnak majd válaszolni, hogyha valami felett elsiklottam. Hol is kezdjem? Egy kicsit szerintem bemutatkozok, jó, hogy miért vagyok itt, miért vagyunk itt, ti miért vagytok itt, egy kicsit kontextusba kerüljetek velünk, illetve a csatornával kapcsolatban. Én nem kódgyártként vagyok anyakönyvesztetve, Újlak Imre vagyok, és a cégünk a Kódgyár Kft., amit egyetemen indítottam a legjobb barátommal, klasszikus, fiatal cég, konkrétan az ő albéletéből indul a kiúszhatóságról ez az egész történet. Van egy videó YouTube csatornán, volt már egy live, ahol beszélgettünk a kezdetekről, kicsit nosztalgiáztunk, nagyon bensőséges kis stream volt. Nagyon nem akarok belemenni a történetünkbe, mert akkor az egész stream nem lenne rá elég. Akit érdekel, hogy mégis mivel foglalkozunk, hogy kezdtük, mit képviselünk, azt meg tudja nézni a YouTube csatornán. Nem annyira jó technikailag, tehát aki a Janiék videó minőségéhez, hangminőségéhez van szokva, attól elnézést kérünk, kezdők vagyunk még ebbe a szakmába. Szóval nagyjából 10 éve vagyunk a szakmában, mint Kógyár Kft. Egyedi fejlesztést végzünk, ami azt jelenti, hogy mobil alkalmazásokat, webes alkalmazásokat, backend rendszereket készítünk. Többnyire lehet hangok, lehet, hogy ezt most kikapcsolom. Oké, köszi szépen. Mert van ilyen, és amikor 10 vagyunk, akkor vicces, de így lehet, hogy kisül mindenkinek az agya. Nincsenek alertek, bocsánat, ez most egy ilyen stream. Jó, igen, köszi. Elnézést a kis intermezzóért. Jó, kiszedtem. Csak késünk egy kicsit. Szoftverfejlesztéssel foglalkozunk, egy kicsike debreceni cég vagyunk, 27-8 fővel. Nekünk mindig fontos volt az, hogy mivel fiatalon kezdtük a szakmát, fiatalon kezdtük az egész vállalkozást, hogy segítsünk a kezdőknek. Tudjuk, milyen nehéz elindulni ezen a területen, milyen buktatók vannak, és próbálunk visszaadni valamit, vagy segíteni, esélyt adni azoknak, akik most csöppentek bele ebbe az egészbe. És támogattunk meetupokat, részt vettünk meetupokon, szerveztünk meetupokat, egyetemi órákat tartottunk, tehát ahol lehet, tett, ott igyekeztünk valamit oktatni, vagy valamit visszaadni a közösségnek. Itt a covidos időszak egy kicsit megborította ugye ezt az egész tevékenységet, nem nagyon voltak meetupok, senki nem szocializálódott úgymond, illetve online térbe ment át az egész dolog. Úgyhogy jött egy ötlet, ami már igazából sok éves ötlet, mert én követek külföldi fejlesztőket, akik gyakran készítenek YouTube videókat, streamelnek, tartalmat gyártanak, és nekem ez mindig nagyon tetszett. És akkor úgy voltam vele, hogy most is be vagyunk zárva, akkor kezdjünk bele valami ilyesmibe. Maga a formátum egy kicsit ilyen freestyle-os. Már eltértem az agendától, tehát hogy én nem nagyon szeretem az ilyen kötöttségeket. Éppen ezért választottam ezt, hogy live coding van, a streamnek mindig van valami alap témája, tematikája, és majd megy amerre mennie kell.
Másfél év üzemel a csatorna, azóta egy tök jó kis közösség alakult ki, van Discord szerverünk is, és rájöttünk, hogy igazából mi egy jó szoftverfejlesztő közösséget szeretnénk létrehozni, ahol egyaránt vannak kezdők, tapasztaltak, lehet szakmászni, lehet megtalálni azokat az embereket, akiket ugyanaz érdekel, mint téged, hogyha itt vagy és IT-ban dolgozol. Úgyhogy szeretnénk ennek teret adni, platformot adni, és ezért van az egész streamelgetés. Na már most ennek kell valami apropó, valamint dolgozni kell. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy mindig valamilyen projektet csinálunk, vannak nagyobb projektek, és sokkal egyszerűbb, mert akkor tudjuk, hogy min kell dolgozni, mi a tematikája, témája, és nem egyik napról másikra kell kitalálni, mert az nem egy egyszerű feladat egyébként. Zenekisé hangos, ezt kiszúrtam, köszönöm szépen. Így jobb? Igen, mert általában nem is szoktam a kamerában nézni. Csak most próbáltam úgy fordulni. Igyekeztem így lenni. Szóval, már amikor elkezdtük ezt az egészet, akkor nekem eszembe jutott, hogy kellene valami olyan projekt, aminek van valami haszna, valakinek megcsinálni valamit, csak tényleg azért, hogy legyen valami jó kis tematikája, és éleszagú projekt legyen. Tehát ne az legyen, hogy végcsinálunk egy tutoriát, vagy nem tudom, megnézzünk valamilyen doksit, hanem tényleg, mintha való életben egy projekten dolgoznánk. Ugye az első ilyen projekt volt egy adományozó alkalmazás, aminek a backendjét és a frontendjét készítettük el az első két évadban. Sajnos ez tiszavirág életű lett, mert az ügyfelek, akik szerették volna használni ingyen, azok nem nagyon használták, úgyhogy igazából ez elhalt ez a dolog, de tök jó volt, mert én is belerázódtam ebbe az egész live codingba, és már akkor gondolkoztam azon, hogy Pistéket fel kéne keresni, és felajánlani nekik, hogy mi összerakunk valamit. De aztán csak nem kerestem, és egy TTT live-ban Janinak feltűnt a nevem, és mondta, hogy aki ott volt, biztos tudja, hogy szeretnének egy mobil alkalmazást a menetrendnek, már gondolkoztak rajta, tök jó, hogy itt vagyunk, mi is Debrecenek vagyunk, egyébként egy meetupról Janit már ismertük korábbról egymást, úgyhogy beszélgessünk róla. Mivel mi nagyon szeretünk volna a VR irodát megnézni élőbe, úgyhogy ezért meghívattuk magunkat, megbeszéltük, hogy nekik mi van a fejükben, mit szeretnének, mire van igény. Utána találkoztunk nálunk, összeállítottunk egy prototípust, lespecifikáltuk a projektet, hogy tényleg ugyanazt értsük a dolgok alatt. És nekünk nagyon imponált az, hogy ők nem szerettek volna ebből nyerészkedni, tényleg egy olyan alkalmazást akarnak összerakatni, ami a közösségnek szól. És hát nekem nyilván itt van ez a streames vonal, úgyhogy felajánlottuk, hogy akkor mi se szeretnénk ezzel nyerészkedni, akkor csináljuk ezt ilyen nyitott módon. Nekem ez az idő így is úgy is alokálva van, tehát így is úgy is fog foglalkozni valamivel így streambe. Úgyhogy a kettő nagyon meccselt egymással. Úgyhogy elkezdtünk ezen gondolkozni, viszonylag sok idő telt el egyébként, megbeszélések, és kialakult, hogy mi az a funkcionalitás, mi az a MVP, amire nekik szükségük van, és amit mi így meg tudunk csinálni. Iszok egy kortyot, addig megpróbálom visszaolvasni a csetet. Igen, visszanézhető lesz. Igen, pro bono. Most jó egyébként a hang? Csak egy gyors visszajelzés. Itt nagyon sokat mocorgok, úgyhogy elnézést kérek ezért. Szuper, köszi szépen. És akkor igazából megállapodtunk, hogy akkor ezt kellene elkészíteni. Janék elkezdték a dizájnt megcsináltatni Szoboszlai Somával, a Fluid Design-tól. Ugye amit látni fogtok, az igazából az ő keze munkáját dicséri. Szerintem nagyon pöpec lett. Át fogunk rajta menni, hogy mégis Jani már lékelt egy kicsit, de hogy teljesében hogy néz ki az app, és hogy mit fog tudni.
Viszont előtte, hogyan fog ez az egész streamelés menni? Amikor megállapodtunk Janékkal, hogy oké, akkor ezt mi megcsinálnánk így streambe, akkor én úgy számoltam a saját magam idejével, mert ezzel tudok számolni. Viszont ugye nyilván a srácok itt az irodában látták Pistéket, hogy jöttek hozzánk, kiszűrődött pár pletyka, hogy mit találkozgatunk, naptárba be volt írva az esemény, stb. Nyilván tudták, hogy miről van szó. És nagyon lelkesek voltak, hogy mi készíthetjük el a VR-osoknak a mobil alkalmazását. Egyébként én nagyon szerettem volna ezt már csak ezért is elvállalni, hogy ki más, ha nem mi. Tehát, hogy ez presztízs kérdés is. Elnézést. Szóval úgy gondoltam, hogy megkérdezem, hogy van-e valaki, aki önszántából szabad idejében teljesen ingyen dolgozna ezen az alkalmazáson, és 8-an jelentkeztek. 8-an, azt hiszem 8-an. Úgyhogy a csapat az úgy fog kinézni, hogy én jó magam, aki itt leszek a frontfonalban, én fogom közvetíteni a streameket. Zsolti, Peti, Zsolti, Bence, Dávid. Kit hagytam ki? Attila. És nem tudom, nem számoltam, nagyon sok hasonló nevű ember van, de majd fogtok róluk hallani. Úgy fog kinézni a dolog, hogy én fogom élőben közvetíteni azt, amikor én dolgozok, de mellette ők a szabad idejükben hétről hétre hozzátesznek a dologba. Trello-ba feltiketeztük a projektet, tehát vezetjük, hogy milyen feladatok vannak, és teljesen, hogy mondjam, on-demand módon, hogyha valakinek egy olyan hete van, hogy jobban ráér, akkor magához vesz pár taszkot, elkészíti, és majd én live-ban bemergyölöm, megnézzük, stb. Úgyhogy nagyjából így néz neki a dolog, én leszek itt, én fogok beszélni, de háttérben a srácok segítenek nekem ebben az egészben. Innen a technológia választás. Volt pár komment vagy észrevétel, hogy miért nem Flutter, miért nem React Native, gyorsabban össze lehet rakni, stb. Amikor arról szó, hogy egyedül fogom csinálni, akkor én React Native-ba szerettem volna elkészíteni, mert őszintén azért kétszer ugyanazt az alkalmazást két platformra elkészíteni, az nem egy túl izgi feladat. De így, hogy a kollégák, akik egyébként meg nagyon natívosok, és nem React Native-osok, besítenek, így úgy voltam vele, hogy akkor vágjunk bele natívban külön-külön. Jó, akkor a zenét kikapcsolom, jó? Puff. Rip zene. Oké. És akkor úgy néz ki az egész technológiai stack, hogy a backend az Node.js lesz, TypeScript-tel, microservice alapon a Molecular JS-t fogjuk használni, ami egyébként egy magyar fejlesztésű, magyar gyökekkel rendelkező fejlesztésű framework. Mi ezt használjuk egyébként, főleg itt a cégnél, nagyon szeretjük, nagyon bevált. Dockeres környezetben, MongoDB-vel, akinek mond valamit, az tudni fogja, hogy ez mit jelent, nagyon a részletekben nem mennék bele, hogy a többieket ne untassuk. Androidon, iOS-en pedig natív fejlesztés lesz Kotlinban, illetve Swiftben. Na most nagyon fontos az, hogy én soha nem androidoztam. Úgyhogy ez nekem is egy nagyon jó kihívás lesz, illetve TypeScriptben sem vagyok a legerősebb, de majd valahogy megpróbálok felnőni a feladathoz, és Swiftben is csak egy-két évet fejlesztettem, úgyhogy lesz itt kihívás. Az is nagyon fontos, hogy fogok hülyeséget mondani, fogok szenvedni valamivel, fogok googlizni, fogok valószínűleg megőrülni is. Ez mind hozzátartozik ahhoz, ahogy egy fejlesztő a mindennapokban él. Akinek ez érdekes lesz, annak érdekes lesz, vagy aki tud vele azonosulni, az majd fog vele azonosulni, de hogy megpróbáljuk majd azt visszaadni, hogy milyen egy valós projekten dolgozni, és hogy megy egy valós projekt. Megpróbáljuk minél jobban szimulálni azt, hogy ez egy valós projekt. És ebből kifolyóan
az ütemezés, amit nagyon, nagyon kíváncsiak vagytok, hogy hogy történik, és mikor, mikor használhatjátok, mikor vehetitek kézbe az alkalmazásokat, az, az pont emiatt, a felállás miatt, hogy mi igazából, nekünk nem ez a fő bevételi forrásunk, vagyis hát ez nem is bevételi forrás, tehát mi a szabadidőnket áldozzuk erre, ezért nyilván nem tudunk napi 8-10 órát dolgozni a projekten, így ez egy kicsit tágabb lesz, mint ahogy az emberek gondolták volna. Meglátjuk. Még pár szó a tesztelésről. Két tesztelő kollega fog segíteni nekünk a tesztelésben, viszont szeretnénk egy ilyen privát bétát csinálni, mondjuk azt, amikor ti is tudtok jelentkezni, és hogy mondjam, így release előtt megnézhetitek, hogy milyen az alkalmazás, hogy néz ki, tudtok segíteni nekünk a tesztelésben. Nyilván nekünk van eszközparkunk, kiforrott módszerünk, stb., de nagyon sokan jeleztétek, hogy szívesen segítenétek a tesztelésbe, úgyhogy ez egy tök jó, ilyen közösségformáló dolog lehet, hogy aki szeretne, az részt vehet ebben. Viszont limitáltak az erőforrásaink, mert hogy nem ugyanannyi erőforrás 5-10 tesztelőnek a munkáját feldolgozni, mint 2000-nek, úgyhogy szerintem ezt mindenki be tudja látni. Úgyhogy béta tesztelésre itt a csatornán lehet majd jelentkezni csatornapontok beváltásával. Jobbat nem tudtunk kitalálni. Úgyhogy gyűjtögetni kell a csatornapontokat. Nagyon gyorsan beszélek, bocsánat. Igen, iOS és Android. Nyilván, akik már itt vannak, azzal is lőtték a csatorna pontjaikat. Üdv akkor a béta tesztelői csapatban. Egy kis előnnyel indultatok. Oké. Beszéljünk akkor az ütemezésről, jó? Nyeljük le ezt a békát. Nyeljük le ezt a békát. Egyébként én hoztam egy munkaszerződést a Kódjárt Kft-vel. Ez egy üres munkaszerződés, tehát azt jelenti, hogy nincsen rajta semmilyen privát adat, sőt, még a munkavállaló alapbére sincs rajta. Úgyhogy ha valaki ezt az alkalmazást 2-3 órán belül elkészíti, mint ahogy a fiúknál mondták, annak odaadom ezt a munkaszerződést, kitölteti, írja rá azt, hogy mennyi szeretnek keresni, és akkor kifizetjük neki, és felvettük nálunk fejlesztőnek. Ennyit még hozzá szerettem volna ezt tenni. No, akkor. Elvileg látjátok. A dizájnt még ezt nem. Itt van egyébként Soma is, aki a dizájnt készítette, hogyha jól láttam. Kis nemes trollkodott? Jó, köszi szépen mindenkinek a követést. Általában beszoktam mondani, felolvasni, de most nincs erre időm sajnos, mert akkor tényleg nem halunk sem erre. Szóval, amit láttok, az egy vég worst case szkenárió. Tehát, hogy mindenféleképpen szeretnénk ezt kirizelni, release-elni Valentin napra, és utána mindenki lehet a kedvesével. Úgy nézne ki, hogy most csütörtökön kezdeném én az API fejlesztést, illetve Attila kollega besegít a háttérbe, és ez november 8-áig tartana. Amit látok ütemezést, ez az, hogy én streamben mit fogok mutatni. Ez a terv. A srácoktól nyilván kértem becslést, hogy mennyi időt tudnak szánni a projektre, egy átlag heti óraszámot. Nagyon optimisták voltak, én azért azzal óvatosan számoltam, de ez mindenféleképpen így fog. Tehát ez a legrosszabb eset, ezt mindenféleképpen vállaljuk. Tehát, hogy februárra kint lesz az alkalmazás. Igen, szóval kezdünk az API-val. API annyira nem izgalmas, általában. De ezt érdemes leghamarabb lefektetni, ezen érdemes a leghamarabb elkezdeni dolgozni, és utána november-decemberben lenne
Android iOS alkalmazások fejlesztése. Ahogy mondtam, ez az, hogy én hogy fogom streamelni. A kollégák elkezdenek rajta egy kicsit hamarabb dolgozni, mert az nem biztos, hogy érdekes, hogyha én itt a projektgenerálással, szívok, dependencik beállításával, stb. Az úgy annyira nem izgalmas. Úgyhogy mire én odaérek, hogy tudok dolgozni, addigra ők már lefektetik az alapokat, úgymond. Igen, az API alatt a backendet értjük, ami nem ugyanaz, mint az admin web háttérrendszer. Igen, mobile nem kis feladat, meg majd látni fogjátok a dizájnt. Én azért szeretném, hogyha idén egy év végére egy ilyen privát bétát el tudnánk indítani, de én nagyon optimista srác vagyok, úgyhogy olyan előfordulhat, főleg, hogyha rosszul állunk az ütemezéssel, hogy én rászállunk egy napot, tehát volt már ilyen, hogy én egy munkanapot végig streameltem, az azért meg tudja dobni, mert akkor egy két hétnyi streamet le tudok tolni, úgyhogy van tartalék a rendszerben, de ez mindenféleképpen fogjuk magunkat tartani. December-januárban lenne az AdminWeb, ugye az lesz az a felület, amit a srácok Jani és Pisti, illetve Balázs meg Dani fognak menedzselni, és januárban indítanánk január végén egy close beta-t, amikor ugye a jelentkezők között megosztjuk az alkalmazást, és el lehet kezdeni tesztelni. Jó. Lesznek olyan részek, amiket nem fogok streamelni, értelemszerűen például a nyereményjátéknak a logikája, az nem lesz streamelve. Illetve lesznek olyan finomságok, amik jobb, hogyha nem streameljük, mert akkor nagyon könnyen kitaláltó lesz pár dolog. Például azok a kis meglepetések, amikről Pisték is beszéltek. Úgyhogy, de szerintem ez nagy volumenben azért vissza fogja adni, hogy mivel jár egy ilyen egyszerű alkalmazásnak a fejlesztése. Egyébként, hogyha ezt összesűrítjük, akkor egy-két hónap alatt meg lehet, bár két hónapnál egy ilyen ennyi komponensből álló rendszert azért két hónap alatt nem szoktunk lezavarni, mert egyszerűen ez nem így működik, sajnos. Tehát kell idő egy rendszernek, hogy kiforjon, előjöjjenek a hibák. Valószínűleg lesz pivotálás is, vagy lesznek módosítások, mert minden projektnél van módosítás, tehát hogyha azt látjátok, hogy valami nem olyan lesz, mint amit most bemutatok, az valószínűleg azért, mert rájöttünk, hogy ezt nem úgy kell, vagy van valami jobb megoldás rá. Meglátjuk. Ez teljesen természetes egy IT rendszernél, illetve ugye fejlődik a technológia is. Lehet, hogy holnaptól már nem natívba csináljuk. Na jó, mégse. Kifújja magam. Megpróbálok egy kicsit odafigyelni. Elérhető lesz valahol a design figva, vagy akármi. Soma szerintem ezzel nincsen probléma, főleg ha véglegesedett a design, ugye, hogyha ezt megosztjuk ilyen kattingatható, nézegethető verzióba, ez Soma területe, szerintem nem lesz probléma, meg ugye itt mutogatni fogom. Igen, a bonyolultságát az adja, hogy sok komponens, tehát hogyha ugyanennyi ezt a fejlesztő időt egy platformon kellene megvalósítani, akkor valószínűleg sokkal gyorsabban menne, vagy hogy mondjam, sokkal biztosabban lehetne fejleszteni. Minél több komponens egy rendszer, annál több hiba lehetőség van, annál több vakfoltja van a rendszernek, mondjuk úgy. Jó. Akkor nézem az agendát. Hú, nagyon gyorsak vagyunk. Igen, stream időpontok. Ugye említettem, hogy ez nekünk egy ilyen hobbi projekt, egy ilyen szerelem projekt ez a streamelés, meg maga az egész Discord közösség. Lesznek olyan időpontok, amikor az ütemezés módosul. Sajnos az élet ilyen. Már most csütörtökön egy fél órával hamarabb fogunk kezdeni,
az élet közbeszólt, tehát 3:30-5:00 lesz stream. Úgyhogy ez nagyon jól bemutattam, hogy milyen is lesz. Sajnos nekünk a munka az első, igyekszünk úgy lavírozni, hogy ne sérüljön semmi, de hát ez ilyen az élet. Ezek a fejlesztő streamek valahol visszanézhetők lesznek, promozónak tanulok, egyetemen és érdekel a streamelhető részek tanulsága. Valószínűleg fent lesznek. Igen, a vodok mostában nem szoktam feltölteni, mert mostában sokkal több beszélgetés van itt streamben, mint fejlesztés, nem olyan összeszedett. Nyilván most két projekt között voltunk, meg ennek a formátumnak szerintem van egy olyan sajátosság, hogy itt élőben itt van az ember, lehet kérdezni, lehet beszélgetni egy témát. Én annyira nem érzem azt, hogy ezt visszanézve tud annyit adni, de ezt a projektet fel szeretném rakni volt formájában, úgyhogy ez fent lesz nektek. Oké, akkor mielőtt dizájnra megyünk, megpróbálok pár kérdést kihalászni. Engem a Twitch Live-ról a push notification háttere érdekelne, high level, Twitch apival fog non-stop kommunikálni, és onnan nézi, hogy live lette, vagy a srácoknak kell triggerni az apot, hogy küldje a push notit mobilra. Igen. Ez úgy fog kinézni, hogy a mi rendszerünk a srácok menetrend rendszerével fog kommunikálni, annak van egy apia, ahol folyamatosan szinkronizáljuk a menetrendet, és mi fogjuk kiküldeni közvetlenül a push notification-öket az alkalmazáson belül, tehát kihagyjuk a Twitch-et. Ebben is van hibaráta, de sokkal-sokkal jobban fog működni, mint a Twitch. Oké, Eldir, eldőlt, fent lesz. Igazából nekem ezzel nincs problémám. Nem lesz régiózás. Szerintem legalábbis erről nem beszéltünk a srácokkal. Tudjuk, hogy nagyon sokan nézitek külföldről, úgyhogy nem hiszem, hogy lenne. Valószínűleg az az endpoint sem lényegesen megbízhatóbb, mint az a Twitch appos. Itt közvetlenül az Apple-nek és a Google-nek fogunk szólni, hogy légy ezekre a készülékekre, küldjétek ki a push notification-t, úgyhogy nyilván minden elszaródhat, mindenhol lehet hiba, de arányaiban sokkal kevesebb lesz. A Twitch azért nagyon hírhet arról, hogy nem akkor küldi a pusht, amikor kellene. Én Angliában tanulok számítógépes játékfejlesztést, már észrevettem, hogy szakszavakat, mint például API, magyarosítasz API-nak. Szóval mindenhol így van, hogy csak így szoktam meg. Nagyon gyorsan beszélek. Nagyon sokszor hülyéskedünk, hogy magyarosítunk angol szavakat, például a volume, hogy tolt fel a volumét, és ez benne ragad az emberben. API. Bocsánat, lesz ilyen magyarangolozás, meg lesz ilyen racsolás. Nekem néha a magyar nyelv is nagyon nehezemre esik. Úgyhogy erre előre is elnézést kérek. Na, látod, be is vonzottam. Unit teszteket fogtok írni a komponensekhez, az lesz streamelve. Bocsi, nekem mindig egy érdekes téma a unit testing. Én szerettem volna TDD-ben megvalósítani a projektet. Most a csapat nagy része egy nagy projekten TDD-tól, viszont nagyon megdobná a fejlesztési időt, nem lenne annyira élvezetes, illetve vannak olyan technológiai kihívások a TDD-vel, ami megnehezíteni a dolgunkat, és nagyon elnyúlna a projekt, illetve nem erre a lazán csatolt projektvezetésre van kitalálva a TDD. Tehát nem arról, hogy minden héten mindenki magához vesz egy taskot, amikor éppen csak tud, és úgy. Úgyhogy nem lesz TDD, unit tesztet lehet, hogy fogunk írni, unit teszteket, de az, hogy ilyen hatalmas nagy code coverage legyen, az azért szerintem nem ennek a projektnek a szkópja. Jó, amire fogok válaszolni, azt most nem olvasom fel, jó?
A Prefektor a dvr.hu-s per menetrend. Ahhoz adott Jani hozzáférést az apihoz. Az apon belül lehet majd nézni a srácokat, vagy majd tovább dob a Twitch-re. Mondjuk erről is fogok beszélni, mindegy, tovább fog dobni. Kacélkodtunk ezzel a gondolattal, de nem sok értelmét látjuk. Tehát, hogy a legjobb felhasználó élmény az valószínűleg az, hogy a Twitch-et használod. Egyébként nem olyan megbízhatóak ezek a beépített hibrid megoldások a Twitch-nél, úgyhogy ebben nem mertünk bele vágni, de ki tudja, hogy mit hoz a jövő. A platform sajnos sok mindenről hírhet, amiért én a fejlesztőket már kirúgtam volna, Kori Csabi. Figyelj, most sérült le egy csomó nehézligás Twitch streamer a Twitch-konon, úgyhogy még vannak érdekességek arrafele. Most nem voltam egyértelmű, a Twitch API endpointra gondoltam, hogy nem jobb, nem a tétekre. Ja, igen. Én azt hittem az Apple-re gondolta, és a Google-re. Igen, sokat magyarosítunk. Sokszor mondjuk ki azt, hogy API, és hogyha mindig API-oznánk, akkor ilyen fellengzősnek tűnnénk. Srácok beszéltek erről nemrég. Meg tudom érteni, én a magyarokkal beszélek, mondok félig angol szavakat. Ja, ez meg erre az IT szakmára kifejezetten jellemző. Ez a magyar-angolozás. A TDD meg a többi csak akkor megy, ha nincs megtervezett initial release dátum. Egyébként nem. Nem tudom, én nem vagyok benne ebbe a TDD-s projektbe, úgyhogy már csak ezért is szerettem volna, hogy kicsit jobban belelássak ebbe a metodikába. Egyszer TDD-ztünk, nagyon fiatalon, valószínűleg az nem volt TDD. Tudom, unit test. Nagyon jó alkalmazásokat lehet unit test nélkül is készíteni. Lehet, hogy sokkal több energiával. Ezért lehet, meg fogtok kövezni. De láttam már példát erre is. Fórumot is tartalmazni fogja az app. Nem fogja tartalmazni a fórumot. Egyelőre legalábbis nem beszéltünk erről. A magyar szép nyelv, még az angol szavaknál is. A legjobb alkalmazások mindenféle teszt nélkül készülnek. Az igazi bevállalósok így csinálják. A beresz, a baras emberek így csinálják. Jó. Design, akkor. Nem a szubok, csatornaponttal lehet itt. Nyilván az, hogy sok csatornapontja legyen az embernek, ahhoz az kell, hogy valamennyire itt is legyen. Szeretnénk olyanok tesztelni, akik valamennyire értik, tehát ne akkor kelljen bemutatni, hogy miről szól a projekt, milyen funkciók vannak, azt miért így csináltuk, ne kell magunkat ismételni, és ezt azért találtam ki, hogy legyen akkor csatornapontok beváltásával. Most ez a 8000 nem tudom, hogy kevés, sok. Nem tudom. Pistéknél lévő pontok is beválthatóak-e? Nem tudom. Ma reggel beszéltem Janival, mondtam, hogy ezt akkor itt előre szeretném közölni, hogy akkor ez így lenne. Ha ők azt mondják, hogy legyen, akkor legyen. Igazából én semminek nem szabok gátat. Ütközés van. Sajnos nagyon nehéz úgy streamelni, hogy a srácokkal ne ütközzön, mert baromi sokat streamelnek, ami tök jó. Úgyhogy ugye ilyenkor ők streamelni szoktak. Sajnos máshogy nem tudtuk megoldani. A hiedelemnek ellenére a fejlesztőknek is van életük, tehát este 11-kor sajnos már nem tudnék streamelni, vagyis hát akkor pont tudnék streamelni, de este 11 után már nem biztos, hogy úgy vág az ember agya, és úgy tudja átadni a dolgokat, ahogy az kellene, vagy ahogy megérdemelni a nézőközönség. Kis projekteknél tök fölöslegesen tartom az automatizált tesztelést, nem hoz vissza annyi időt, mint amennyi pluszt bele kell fektetni. Így van, egyébként talán sokkal jobban megfogalmaztad, nekem is innen jött ez a kommentem. Lesz olyan menüpont az abban, ahol a beta teszt alatt be lehet jelenteni az SLS hibákat, vagy más megoldás lesz. Ez már beépített TestFlight, illetve a Google Play-nek a beta
szolgáltatásába. Test 5-a biztos, én iOS-t használok, szerintem Google-n is van már erre. Úgyhogy nem komolyan kérdeztem, ha az a cél, hogy olyanok teszteljék, akik itt voltak, akkor nem biztos, hogy jó, ha a VR csatorna pontjait is beleszámítanak. Igen, csak hogyha a srácok azt akarják, hogy egy nagyobb embernek engedjünk utat, akkor hajlok igazából. De igen, az alapötlet az az volt, hogy ne akkor kelljen elmagyarázni meg, hogyha van valamilyen eltérés, vagy bármi a dizájnhoz képest, hogy képben legyenek a tesztelők. Viszont annak is megvan az értelme, hogy valaki szűz szemmel néz rá egy alkalmazásra, úgyhogy nem tudom őszintén. Viszont, hogyha itt 2000 embernek kell a hibajegyeit nem megjavítani, hanem átnézni, hogy ezek duplikátumok relevánsak-e, vagy nem, akkor ez nem lesz február. Úgyhogy innen jött ez. Limitált lesz egyébként majd a beta tesztelés, rá kell raknom egy limitet, úgyhogy most még szabad a rablás, aztán majd meglátjuk. Az én tapasztalataim szerint az automatizált teszt akkor hozza be a rászánt időt, ha éveken át folyamatosan fejlesztünk, forcunk egy alkalmazást. Így van. Ezt jól látod, Palidi. Erre lehet megoldás egy két lépcsős tesztelés, close beta és open beta, az utóbbi a dövjel pöntjét. Igen, nincs teljesen végiggondolva az egész projekt életciklus, úgyhogy lehet, hogy egy ilyen lesz benne. Lehet, hogy a publikus bétánál, amikor már engedélyezünk mindenkinek, akkor nem lesz olyan szoros kapcsolat a tesztelés és a fejlesztés között, hanem igazából crash-eket fogunk nézni, analitikát, ilyen fejlesztő analitikát, hogy volt-e ANR, meg ilyenek crash-ek. Mert viszont annyi emberrel tényleg nem tudunk foglalkozni, sajnos, tehát hogy azt menedzselni kell valakinek. Lesz nyilvános git, vagy a hibajegyeket hol fogjuk vezetni? Valószínűleg Trello-ba egyébként, hogy nyomon lehessen követni az, hogy mi az, ami javult. Tehát, hogyha leadnak tesztfájt, akkor mi felveszünk Trello-ba, és akkor látjátok a publikus workspace-en, hogy ezt már valaki javította. Viszont nyilvános git nem lesz. Nem open source. Értem a dolog pikantériáját, hogy streamelem a fejlesztést, de azért kettő mégse ugyanaz. Tehát, hogyha valaki a streamjeim alatt látott kódot begépeli a streamről, kiegészíti a ködös részeket, és kiadja ezt az alkalmazást Zsozénak, akkor megérdemli. Igazából. Jó, miért nem az appon belül sorsájátok ki a tesztelőket? Könnyen tud nátok azt a feature-t is tesztelni. De ha nem működik a feature, akkor nem tudjuk, illetve ahhoz már az appnak meg kell lennie, hogy ki tudjuk. Ez nagyon meta. Amúgy jó gondolat. Nem Jira lesz valószínűleg, hanem Trello, sokkal egyszerűbb kezelni annak, aki sokkal intuitívabb, aki nincs benne a szoftverfejlesztő szakmába. És szükségünk lesz olyan tesztelőre, aki nem IT-s. Kifejezetten szükségünk lesz olyan emberre. Mert nem IT-s emberek fogják használni. Szerintem ez nem lesz akkor a projekt, hogy olyan sokat kelljen tesztelni, meg amúgy is az admin web lesz a macerás, ahol nem csak egyszerű get lekérdezések vannak. Nem lesz bonyolult. Az admin web a legkisebb egyébként. De látni fogjátok. Igazából az admin web kb. 3 menüpontból fog állni. 3 szekcióból. Mondtam a srácoknak, hogy ez így nagyon egyszerű lesz, és mondta Pista, hogy tökéletes, nem is kell bonyolultabb, úgyhogy ahhoz azért tudás is kell, szóval én sem tartanék ettől a részétől, hogy valaki a stream alapján lenéz a kódot. Igen, ettől nem tartok. Illetve a saját alkalmazásunk, mert nekünk van egy saját rendszerünk, egy saját fejlesztésű termékünk, egy másik cégbe, igazából azt én itt streameltem. A mobil alkalmazásokat, az React Native volt, úgyhogy és senki nem lopta le.
Twitch-es bejelentkezésen kívül lesz más login, ez egy kicsit szürke zóna. Ugye az Apple-nek van egy olyan guideline-ja, hogyha van third party autorizáció, vagy autentikáció, akkor kell Apple login is. Viszont az Apple loginnal nem tudjuk a Twitch profilt. Úgyhogy nekünk még lesz itt egy gyúrodánk az Apple-el, hogy ez igazából nem bejelentkezés, hanem ez jelentkezés egy sorsolásra a Twitch fiókkal. Ezt majd át kell vernünk rajta. Hájfonat. Életem második hájfonatot. Nagyon durva. Köszönöm szépen, srácok. Közben a támogatást is. Lehet, hogy átsiklottam egy-kettőn. Szóval ezt még ki kell találni. Ki kell találni. Igazából ez azért van, hogy összetudják majd a srácok vetni azzal, hogy a nézőket, ugye titeket is többnyire Nick név alapján ismernek, és ezért választottuk a Twitch-et, ennek van a legtöbb értelme. Ha Apple loginnal jelentkezik valaki be, akkor ezt nem tudjuk megtenni. Lesz Battle Pass? Egyelőre nem lesz. Tesztelés sosincs kész, csak elfogy a rászánt idő. Gabster, úgy látom, hogy te tapasztalt vagy ebbe a szakmába. Jó, nekem a tesztelés mindig is egy szürke homály volt, most is vannak a csapatban négyen, de hogy mit csinálnak konkrétan, fingom sincs. Pont az egyik tesztelő kollega mondta az előbb, hogy felvett négy tiketet, meg nyitott két tiketet, és már egyből a tanoszos mém jutott eszembe, hogy tökéletes egyensúlyban van a világ. Van szükség tesztelésre, nagyon nagy szükség van tesztelésre. Sajnos nagyon sokan elmismásolják. Palidi, igen, azért az Apple-el birkózni nem egyszerű, de azért benne vagyunk egy ideje a szakmában, úgyhogy szerintem meg fogjuk ugorni. Hány éve nyomjátok az ipart? 2014-ben alapítottuk a kódjárat, akkor még Rebellion szoftverként, de már előtte tevékenykedtünk ez alatt a lépből alatt. Hogyha a személyes szakmai múltamat nézzük, akkor én 2010-ben, 2011-ben kezdtem el dolgozni. Mi lesz az app neve? Szerintem a srácok lelőtték ezt, The VR app, szerintem. De erre így konkrétan nem beszéltünk. Láttam a live-ban, a HH-ban, hogy sokan kérdeztétek. Nekem ez triviális volt. Szerintem ez lesz, de igazából ez a legkevesebb a fejlesztés szempontjából. Nyilván egyébként meg srácok majd eldöntik, hogy ezt hogy szeretnék levezényelni, vagy minek szeretnék elnevezni. Adott egy fejlesztés annak elfogadási feltételé, ha ott minden rendben, lehet unit tesztet írni, jaj, felületi tesztet készíteni, eközben kizárt, hogy ne találnak másik hibát, ami után nyomozni, kiírni, reprodukálni, izgi. Igen. Igen, ez ilyen ez a szakma. Nekem mennyi ideig tartott belenni a programozásba? Én még folyamatosan rázódok bele a programozásba, mindig van valami új, amit meg kell tanulni. Úgyhogy, ahogy elmondtam, fogok hibákat véteni, lesz olyan, hogy valaki a homlokára csap, hogy idióta vagy, ezt nem is szokták. Nyugodtan szóljatok, ha lehet asszertíven, de nem vagyok egy hú de jó programozó, inkább sok mindenből tudok egy kicsit, én úgy mondanám magamat. Igazából én vittem volna bele némi poénos csavart, tűvárjának ezt. Van egy olyan érzés, hogy nem az lesz. Igen, az az app, ami fent van most az App Store-ban, azt valamelyik kedves néző csinálta önszántából, az fent marad, szerintem őt azt nem is akarják Pistiék zaklatni. Egyébként láttam a YouTube videó alatt, azt hiszem, ott volt ilyen komment, hogy bugos, letöltötte, de nem jó. Nem jött át az, hogy ez még nincs kész, és az nem az az app. Bocsánat, ha volt már róla szó, ha igen, bocsi, legyen figyelmem kívül hagyva, már most már mindegy, de mennyire különleges két rendszerre szinkronban fejleszteni. Elég körülményes.
elég körülményes, nagyon sok kommunikációt és közös együtt dolgozást igényel. Abban azért kell idő, mire egy csapat belerázódik, de én bízok a srácokban, szerintem én leszek a fék a rendszerben, van egy olyan érzésem, mert ők azért nap mint nap együtt dolgoznak, én már nem. Úgyhogy nem egyszerű, de ezt is fogjátok látni, hogy ez milyen a való életben. Izgalmas lesz. Szerintem. Jó. Nem félsz attól, hogy túl sok lesz a kérdés, és sosem fogod tudni live-ban elkezdeni. Csütörtökön kezdjük, tehát igazából még van 1 óra 10 percünk. Agendával jól vagyunk, úgyhogy most azért álltam le kicsit a kérdésekkel. Köszi szépen a Hype Train-t, srácok. Nagyok vagytok. In-app stream feature várható a jövőben. Azért egy streaming platformot lefejleszteni az nem olyan egyszerű, illetve az nem egy pro bónus projekt, van egy olyan érzésem, úgyhogy. De ki tudja. Jó, tü-tü-tü-tü. Szerintem hamarabb megveszik a srácok a Twitch-et, és akkor úgy egyszerűbb. Úgy írom meg, hogy zöld legyen. Szuper. Lehet már kérdezték, de milyen végzettséged van, csak kíváncsiságból. Én itt a Debrecen Egyetemen tanultam programtervező informatikusnak alap- és mesterképzésen. Úgyhogy nekem ilyen képzettségem van. De én programozó vagyok, tehát hogy... Hosting. Valószínűleg Heroku lesz. Azért, mert nyilván oké, hogy mi elkészítjük az alkalmazásokat, meg a rendszert, de azt valahol hostolni kell, és valamennyire üzemeltetni is kell, és ezért próbálunk olyan megoldást, az úgynevezett platform as a service-t választani, ahol a legkevesebb emberi erőforrás kell ahhoz, hogy ez fusson. És mi nagyon szeretjük a Herokut, használjuk élesben, devben. Amióta elkezdtem programozni, kb. Használom, úgyhogy első blitzre ez, de lehet, hogy valamilyen más szolgáltató lesz. De mindenféleképpen valami platform as a service. Én nem hiszem, hogy ez egy harc, vagy ennek kellene lennie, kollégák vagyunk. Erről nem maradtam. Ja igen, csapaton belül, pont a Discordon mondtam, hogy ha itt mindenki, hogyha egy IT projekten belül a szerepkörök nem egymásra mutogatnának, akkor itt már régen a jövőben a repülőautók minden között élnénk. Ez sajnos ilyen egyébként. Szerinted megéri MSC-re menni? Jó, ezek a kérdések örök kérdések, tőled függ, hogyha bírod még, akkor mindenféleképpen az MSC már sokkal több, nálunk legalábbis, amikor én voltam, sokkal többet tanultunk gyakorlati dolgokat. Én szerettem egyébként az MSC-t, 6 évig csináltam a 2 évet, annyira szerettem, úgyhogy ha érzed magadba az erőt, akkor menj. Az első fél év, ahol újra kell a matekokat venni, az egy kicsit húzósabb, stat, matek, stb. De utána azért sokkal jobb a helyzet. A srácok mondták, hogy minden közösségi oldaluk bejegyzései megtalálhatóak lesznek az abban. Ezt úgy kell érteni, hogy látszódni fog, TikTok videó, vagy Insta kép, vagy link lesz, és átadom majd az adott platformon. Linkek lesznek, ahol egyszerűen ki tudjuk szedni a cover képet, vagy bármi ilyesmit, akkor ott lesz kép. De arra felkészülni, hogy egy tweetbe a gifet, a képet, a videót, a minden mentionölést megjeleníteni, az azért elég macera. Tudom, hogy vannak ilyen library
de azok nem hivatalos library-k, ahogy én néztem, arra nem vennék mérget. Igazából az alkalmazásnak az lenne lényeg, hogy nagyjából tudjátok, hogy miről van szó, és ha akartok hozzászólni, vagy látni akarjátok a részleteket, akkor át tudjátok menni, meg tudjátok őket találni. 6 év ismétlés a tudás anyja. Igen, egy tantárgyal, a matekkal csúsztam el. Úgyhogy csiki-csukiztam, hogy passzív-aktív. Igazából elkezdtük a vállalkozást, és nagyon nehéz volt magam ráerőltetni arra, hogy visszaüljek az iskolapadba. Köszi, Heruk alapján arra tippeltem volna. Akkor erről lemaradtam. A programozó társadalomban mi az általános vélemény azokról az arcokról, aki olyan súlyból érkeznek, mint Code Cool? Szerintem mindenki leszarja azt, hogy honnan érkeztél. Ha jó fej vagy, tudsz valamit, akkor ez nem számít. Ha meg valakinek számít, akkor azzal nem kell barátkozni. Nálunk több olyan ember is van, aki nem egyáltalán semmilyen programozói sulit nem végzett. Van egy beszélgetés fent YouTube-on Gizmo kollégával, akivel ugye együtt dolgoztunk, a Zero to Hero. Hát technikailag az se a legjobb videó, de ott arról beszélgetünk, hogy ő mint szertifikált méhész, hogyan helyezkedett el az IT szakmába, és hogyan lett belőle egy nagyon ütős szenyor fejlesztő. Egy munkahelyen sajnos fél éven belül megtanult azt, amit a mester adna. Hát igen. Igen, prefektor, igen. A menetrend is csak átdob a VR-ra, vagy ott konkrétan meg lehet tekinteni az egész hetet. A menetrend az rendesen használható lesz, mint a webes felületen, tehát tudtok lapozni, dátumot választani, és hogyha rákatintok, akkor viszel a Twitch-re. Igen, Gizmo szerénkedik. De magyarban van egy kis gond, az, hogy papírok országa. Nem. Én nagyon sok példát tudok erre mondani. Szia, szoftverfejlesztő, informatika szakon vagyok, középiskolában végzős, saját weboldalon most írom át React-re, és most több React projektem is fut. Érdemes lenne megpróbálom hozzátok jelentkezni? Hát a középsul is vagy, akkor nem tudom, hogy mennyire lehet összeegyeztetni a főállás munkával. De ha végzős vagy, igazából most elfelejtettem valamit, a nyitott pozíciókat update-elni. Úgyhogy most nem nagyon keresünk embert, az update-elve lesz. Elfelejtettem, hogy zárjam le a pozíciókat. Ez csak így lábjegyzet. Egyébként igen, tehát hogy nem tudom. Jelentkezni kell, és akkor utána meglátjuk. Erre nehéz így válaszolni. Egy elérhetőségemet meg tudnám-e adni? Ez nekem szólt. Ott vagyok Discordon. Jó. Oké, tanárfüggő. A streamelő úriemberét. Discordon rán tudsz írni, hogyha van valamilyen kérdésed. Telefonszámomat nem mondom be. Oké, nézzük a dizájnt, mert nyilván arra vagytok a legjobban kíváncsiak. Működik a protó? Nem próbáltam még az asztalin. Na. Oké, szóval a newsfeed hírek. Kicsit lehet keverni fogom. Ugye ez a felület hivatott arra, hogy a social
posztokat, bejegyzéseket a fiúknak bemörcsölje egy feed alá, és ahogy mondtam, ez nem egy teljes körű poszt, bejegyzés, ez arra szolgál, hogy ti lássátok, hogy igen, Pisti éppen arról beszélt, hogy kijött egy új game-nek a trailere, és az mennyire tetszik neki, stb. Ha interakcióba akartok lépni, akkor mindenféleképpen át kell menni a Twitterre, vagy Instára, vagy ami lesz benne, de önmagában nem kell külön mindenhol jelen lennetek, hogyha ti csak olvasni akarjátok a híreket. Ez onnan is jött, hogy például én nagyon ritkán kapok értesítést Twitteren a srácoktól, pedig szerintem hozzájuk kommentelek, meg lájkolok a legtöbbet. Tini lányok, meg kiégett emberek posztjait szokta dobálgatni nekem a Twitter, úgyhogy nem tudom, mi alapján működik. Bár Pisti mondta nekem, hogy ezt jól be lehet állítani, hogy nagyon mester a Twitterbe. De hogy én vagy nem ezt várnám el, hanem az, hogyha bekövetek valakit és vele sok az interakció, akkor őt helyez előnybe a Twitter mindenféle beállítás nélkül. Jó. Lesz itt egy komponens, ami ha éppen live-ban van a csatorna, akkor ugye jelzi, hogy mi van műsoron. Rákatintottok, akkor elvisz a Twitch-re. Bam! Lesz olyan kikéne, hogy X ezerért megmutatsz egy kollégát? Persze, el is adom őket, tehát hogyha jó árat mondanak valaki, akkor viheti. Akkor te is azt a Twitter használod, mint én egy Twitter alkalmazást használok, és azt várnám, hogy működjön úgy, ahogy logikusan kellene működni. Annyira viszont nem hétköznapi, mindennapi dolog, hogy utána járjak a dolgon. Interakciót nem lehet appon belül. Csongor. Jó. És akkor ez ilyen infinite scroll, görgeted, és akkor egyszer vége lesz, hal vége lesz. Ez teljesen live lesz. Tehát itt a Twitch-nek az apjától fogjuk lekérni, hogy éppen fut-e valamilyen közvetítés, úgyhogy nem a menetrend alapján lesz. Alapból sötét mód, nincsen light mód, ez dark mód. Somával nem beszéltünk erről, szerintem ő beszélt külön a dizájnról a srácokkal. Ugye azért a Deviának a dizájnjában, meg a brandjébe ez a sötét kinézet az, ami beleilleszkedik. Én nem is tudnám elképzelni világosba, úgyhogy... De ez erre lehet, Soma tud majd válaszolni. Abból sötét lesz majd, igen. Bocs, lehet, hogy elhangzott, olyan lesz benne, hogy mondjuk rányomok és átdob a konkrét Twitterre, ahol tudok már. Igen, tehát ez a tovább a Twitterre, nem tudom mennyire látható, ez pont azt hivatott ellátni azt a funkciót. Lehet így olvasni egyébként, így jobb? Jó. Menjünk tovább, akkor a menetrend. Menetrend az kísértetiesen hasonlít a webes felületre. Nyilván, ami jól bevált, azon ne változtass, csak egy kicsit mobil barátabb lett. Ki tud választani a dátumot, hogy mi érdekel, illetve ugye a hetet fogja mutatni, és a heteken belül tudsz majd váltogatni, hogy milyen nap érdekel téged. Alapból ott lesz, ahol amilyen nap van, de vissza tudsz ugrani ezzel a gombbal. Illetve átvisz a streamre, de mivel itt mindig a csatorna fog megjelenni, úgyhogy igazából nem nagyon, tehát hogy tudjátok, hogy hova kell menni, hogyha a streamet akarjátok megnézni. Kb. Mikor kezdődik a kódolás? Csütörtökön kezdődik a kódolás. Fél háromkor. Majdnem. Úgyhogy
színnel lesznek meg különböztetve a különböző tematikájú adások. Ez segít majd egy kicsit gyorsabban átlátni, de szerintem ez a webben is így van, úgyhogy szerintem itt sok újdonság nem lesz. Nagyon szép protó egyébként, meg nagyon jó. Valaki egy DC-linket tud adni, vagy van rá... Ja, DC. Köszi, srácok. És mit mondtál, mennyi idő alatt kéne lekódolni, mármint a dizájnt nekünk? Hát, hogyha valaki ezt az egész appot összerakja mindestől 2-3 óra alatt, mert ugye ez hangzott a streamben, amire Jani is rákontrázott, akkor mondtam, hogy itt van egy munkaszerződéstől, csak ki, hogy mennyit szeretne keresni. Oké. Riuni Vaka, örülök. És hát örülünk neki. Én kicsit féltem ettől egyébként, hogy összeraktunk egy prototípust, egy ilyen nyomkodható, összeollózott dizájn nélküli dolgot, és Somának volt a feladat, hogy ebből egy szép alkalmazást összeráncson, és nagyon ügyes volt szerintem, úgyhogy még egyszer hatalmas dicséret neki, mert nekem vannak olyan tapasztalataim, hogy néha a dizájnereknek elszalad a ló, és nem követik azokat a gondolatmeneteket, amiket egy ilyen wireframe tervezésnél, vagy prototervezésnél kitalálnak az emberek, de abszolút gördülékeny volt minden. Úgyhogy webshop. A prototípus az Figma-ban készült. Meg fogom osztani az ütemezést. Egyébként február 13 a release dátum. Ez a legrosszabb eset. Ennél csak sokkal jobb lehet. Oké, szóval a webshop az hasonlóan, mint a hírekhez, ez is linkelni fog. Teljesen nincs értelme egy webshop funkcionalitást lefejleszteni. Igazából itt azt szeretnénk, hogy lássátok a kollekciókat, a termékeket, és hogyha meg szeretnétek venni, akkor a már meglévő webshopot tudjátok böngészni, az ott a regisztrációval, stb. Tudjátok használni. Úgyhogy igazából itt kollekcióba lesz szedve a nézet, fent látszik a kollekció, és alatta, hogy a kollekcióban milyen darabok vannak, milyen termékek, ezt tudjátok swipe-olni, akkor frissül a kollekciónak a termékei is. Lesznek majd limitált kollekciók, azokat is támogatni fogja a rendszer, úgyhogy ha új kollekció van, akkor kaptok róla értesítést, tehát már ennyivel is előrébb lesztek ezzel, hogy közvetlenül kaptok értesítést arról, hogyha valami új termék elérhető a webshopban vagy a rendszerben. Oké. Android és iOS lesz, így van. Én pont ezért inkább csak Chrome-on belül használom, és lenémítve, ki tudja, milyen szembe épp. Ez Prefektornak szólt. Elveszítettem. Pedig Prefektor szép, élénk zöld volt. Akkor azért lehet, hogy régebbi volt. Jó. Említetted, hogy szabad időtökben fogjátok fejleszteni. Ez azt jelenti számomra, hogy ingyen csináljátok, jól értem? Igen. Igen, jól érted. Mivel ebből Pisték se szeretnének hasznot húzni, és abszolút az vezél őket, hogy a közösségnek adjanak valamit. Én meg így is úgy is streamelek valamit, ezt az időt el fogom költeni valamire, ezért úgy gondoltam, hogy egy ilyen projekt mögé álljunk be. És az, hogy a srácok besítenek nekem, az abszolút egy plusz dolog. Azért sem jövő szeptemberben lesz a release, mert hogy fognak nekem segíteni, és hatalmas pacsi
nekik ezért. Szeretném majd őket bemutatni egyébként, lesz majd olyan, hogy bemutatom őket, de a stream időpontjában ők dolgoznak, úgyhogy... Úgyhogy ők nem lesznek itt velem. Köszönöm szépen, Prefektor, ha már ingyen, ne legyen annyira ingyen. Köszi szépen a támogatást. Jó, inventor. Inventory. Na, hát ez az a felület, amit ugye mondtak a srácok, hogy igazából egy új dolog lesz, mert mennyire van a feedet tudtátok a Twitteren, különkül a social fiókokat tudtátok követni, menetrend is volt webben, webshop is van, tehát ez igazából mindegy egy plusz platform annak, amit csinálnak. De ez egy új dolog, ami itt lesz. Igen, Xenom, ingyenes lesz az app. Mindenkinek ingyenes lesz az app. Ugye nagyon nehéz nekik egy sorsolást lebonyolítani. Ott van a terminátoros mozizás. Én őszintén nem is próbálkoztam, mert mondom, esélyem nem lesz helyet szerezni. Aztán szerencsére úgy alakult, hogy a láthatatlan programer barátomnak sikerült, úgyhogy így elmentem én is. Mert ugye két jegyet lehet szerezni, vagy lehetett venni. És mivel nagyon sokan követitek őket, ezért tényleg nagyon nehéz nekik fair play módon kisorsolni azt az X embert, akit jutalmaznak valamivel. Úgyhogy arra gondoltunk, ha már lesz egy saját alkalmazás, akkor mi lenne, ha a sorsolást azt az alkalmazással váltanánk ki. Az alkalmazás használatával, úgymond. Az, hogy mi alapján fog a rendszer sorsolni, azt nem mondhatom el. Most úgy csinálok, mintha már kitaláltuk volna a pontos algoritmust. De a lényeg az, hogy az admin felületen tudnak majd egy ilyen sorsolásos intervallumot megadni, hogy jövő hét kettől, jövő hét után keddig tart a sorsolás, azon belül lehet jelentkezni, és a jelentkezők között fogja kisorsolni X darab jelentkezőt, aki kap X darab kupont, vagy X darab mozijegyet, vagy bármit, amit a srácok közeljövőben terveznek kisorsolni. És itt kell a Twitch. És itt kell az, hogy igazából jelentkeztek a sorsolásra, és nem bejelentkeztek az alkalmazásba. Ha nem szeretnétek a sorsolásba részt venni, akkor használhatjátok az alkalmazást teljesen anonim módon. Nyilván push notification-höz el kell majd kérnünk az engedélyt, hogy tudjunk küldeni nektek push notification-t. Ha ez nincs meg, akkor semmilyen információt nem fogunk rólatok tudni. Nyilván kicsit useless lesz így az alkalmazás, de aki ezt szeretné, az így is tudja használni. Továbbá a folyamatos együttműködések, foodshopos kuponok, stb. Azok itt lesznek ilyen kis kártyanézetben. Aki nem tudja fejből ezeket a kuponokat, az feljön ide és látni fogja azt, hogy milyen elérhető kuponok milyen oldalon vannak. Ezek át fognak linkelni arra az adott site-ra, ahol be tud váltani ezeket a kuponokat. Ezek ilyen kártyás nézetek, rákattintasz, mint a Wallet app. És itt kötöttünk egy fogadást a kollégákkal, hogy egy stream alatt meg fogom tudni csinálni, vagy 4 óra alatt meg tudom csinálni ezt a kártyát, úgyhogy ezt állom még mindig ezt a fogadást, hogyha itt vagytok srácok, hogy ezt a felületet én fogom iOS-en és Androidon is, már magamra vettem ezeket a kártyákat, én fogom megcsinálni, és 4 óra alatt meg kell fejeznem. Sziasztok, lehet lemaradtam róla, de kb. Mikor a frajtolás? Február 14? Kösz szépen, srácok! Igen, egyébként nagyon érdekes, mert ugye Lalival a partneremmel megbecsültük úgy nagyjából a projektet, hogy mennyi idő kellene rá. Utána, amikor már Pisték rábólintottak, hogy tetszik nekik a protó, jó ez a funkcionalitás, stb. Ugye akkor vontuk be a srácokat, és múlt héten becsültük meg
a fejlesztéseket, majdnem hajszál pontosan ugyanazt becsülték mindig. Úgyhogy csak ez most már tartani is kell magunkat. Jó. Nem új partner. Na, még derülnek ki. Én eddig nem így jártam hozzád. A cégtársam az mindig olyan hivalkodó, meg nem tudom. Meg lebukta a citgizmó előtt. Igen, és ott a becslésnél volt az, hogy mondták, hogy fú, ez sok idő, én meg mondtam, hogy 4 óra alatt ezt meg lehet csinálni. És mondtam, hogy akkor fogadjunk, úgyhogy Zsolti, Tamás, fogadtunk. Uh, 2023 gizmó. Elírtam? Nem. Ez a beslés unit teszteknek, úgy látom mobilnál ez a unit teszt, ez beakadt, nem baj. Értettem, aki akarja az bármi férjét. Azt mondta, hogy a 4 óra után mit kell teljesítened? Bármit. Nekem csak ez a győzelem elég, hogy elmondhatom, hogy én nyertem. Nem igazából Zsolti nem akar fogadni, mert mondta, hogy ő már nem fogad velem. Igen, unit tesztekkel nagyon valid. Úgyhogy ennek lesz egy másik állapota, bejelentkezel a Twitch fiókodba, ugye? Oké, köszönjük szépen a jelentkezést, játékszabályzatát meg tud nézni, vissza az inventoriba, és akkor itt látod, hogy te már sikeresen jelentkeztél az adott nyereményjátékra. Fontos, hogy minden egyes nyereményjátékra külön-külön kell majd jelentkezni, tehát lesznek időintervallumok, amikor jelentkezhetsz. Illetve van egy olyan rész, ami lehet, hogy szerintem megvan a dizájnban, de szerintem protóban nincs bekötve, hogy jelenleg nincs aktív sorsolásunk. Amikor nincs aktív sorsolás, akkor ugye ez lesz. Hiányzik ott. Szerintem legalábbis. Úgy beszélünk ezekről a tesztekről, mint a rendesen írnak melóbb őket. Persze mindenki azt mondja, hogy unit tesztel, meg nem tudom. Minimum Android és minimum iOS verziók. Androidban 8.1 lesz az Oreo. Nem tudom. Azt hiszem az az Oreo. Igen. iOS-en pedig az iOS 14 lesz, tehát 14, 15, 16. Megnéztük a verzióknak a lefedettségét a piacon, baromi magas. Nem nagyon éri meg alatta. Általában mi is az utolsó 3 verziót szoktuk alapesetben támogatni, például iOS-en, illetve iOS-nél vannak olyan fejlesztői eszközök, Swift UI-ba, ami 14-nél lettek készre csiszolva, és úgy voltunk vele, hogy inkább megmutatjuk azt, hogy milyen fejlesztői eszközök, stb. Vannak. Soma javította is nagyon villámgyors. Köszi szépen. Mint hogy lemenjünk még egy verzióval, mert nincs értelme. iOS 14-et elég. Azt hiszem 5S, és itt támogat. Most ezt nem tudom pontosan. Ebben a kérdést a fejlesztőkre bíztam, a kollégákra, mert ők jobban otthon vannak. Ebben én egy kicsit már kiestem ebből. Lehetséges lesz majd, hogy kiválogatod, hogy milyen felületeket szeretnél prioritásban látni, mit igen, vagy egyben mindent. Tegnap még beszélgettünk Janival, nem tudom, hogy soha tud erről, de hogy valamilyen filterezést szeretnének a newsfeedbe, hogy ez permanens, vagy aktuálisan, ezt még át kell beszélnünk, úgyhogy spoiler, ez még fog változni. Erről beszéltem, hogy evés közben jön meg az étvágy, úgyhogy lesznek még itt módosítások, kisebb, nagyobb, de azért látjátok szerintem, hogy az alkalmazásnak milyen lesz a look and feel-je, és mit fog képviselni. Szerintem meg, ha csináltál már sokat, akkor kb. 10 perc. Projektje válogatja, mi nélkülünk nem tudunk dolgozni, szóval muszáj tesztelni.
Ezt intézzétek el együtt akkor. Igen, de mivel az önkéntesek natív fejlesztenek, ezért az maradt. Igen, Áron. Eredetileg én reaktívban szerettem volna egyedül elvállalni, de mivel vannak kollégák, akik natívba fejlesztenek, és ők szívesen segítenek, ezért úgy voltam vele, hogy hadd csinálják. Én megbesítek. Na már most azt nem tudom, hogy említettem-e, hogy a mobilappok ugye párhuzamosan fognak futni. Egyik nap Android, másik nap iOS fejlesztés lesz, vagy iOS és Android, ahogy kiadja. Nem akartam eltolni az ütemezést, mert akkor, ha ezt a bogyót, két bogyóra szedem, és ilyen szép vízesés modellben megcsinálom, akkor ez itt nem február, hanem még több. Úgyhogy egyszerre lesz a fejlesztés. Ez egy jó kihívás lesz. Úgy nem akartam, hogy A7-en iOS, B7-en Android, mert akkor én nekem nagyon gyorsan kimegy a kezemből. Ha heti 4 órát programozok 2 hét alatt egy bizonyos platformon, akkor nem leszek olyan hatékony szerintem. Úgyhogy így gondoltam, aztán meglátjuk, hogy hogyan alakul. Lehet, mire kezdeném az Androidot, a kollégák már össze is rakták. Üdv, open source lesz az app, hogy a közösség is hozzátessen. Nem lesz open source. Több okból is. Az egyik ok ugye az, hogy akkor nagyon könnyű azt megnézni, hogy hogyan zajlik a sorsolás, stb. A másik pedig az, hogy azért egy open source projektet ekkora community-vel levezényelni, az egy elég nagy kihívás, és egyébként tervezek egy open source projektet a Discord közösséggel, már többször beszéltünk róla. Meglátjuk. Arra azért nagyon jól fel kell készülni. Soha nem csináltam még ilyet, az egy nagyon nagy fa lett volna, amiben nem biztos, hogy bele akarom rakni a fejszémet. Köszi szépen, Peti. Üdv itt. Szerintem nem lesz Windows Phone-os kliens. De jó, hogy itt vagy, Zsolti. Jó. Akkor haladjunk tovább. Értesítések. Ez is fog még egy kicsit változni. De egy értesítés felület lesz, ahol ugye látjátok, hogy milyen értesítéseket kaptatok. Az a baj, a legtöbb projekt így bemutatva nagyon egyszerűnek tűnik. Van egy projektünk, amit így 2 perc alatt el tudom mondani, hogy mire való, de 100 000 óra munka, óra van már benne szerintem az elmúlt 10 évben, vagy 8 évben. Egyszerűnek hangzik egyébként az alkalmazás fejlesztés, mint amilyen a valójában. Szóval itt fogjátok látni azt, hogy milyen értesítéseket kaptatok. Ez nagyon kreatív volt, bocsánat. Somával még levelezünk, hogy itt lesz egy kis módosulás, meg a tervezés is, igen. Úgyhogy egy kicsit ez is változni fog, valószínűleg lesznek benne fejecskék, hogy kiküldte, úgyhogy ezt még simogatjuk egy kicsit. A legtöbb projekt elmondva nagyon egyszerűnek hangzik. PM, mit rinyálsz, csak egy gomb kell. Hát igen. Beállítások lesznek, például értesítés, némítás. Norbi rájelzett. Plusz így, hogy itt egy kattingatható prototípus, felmerül a kérdés, hogy miért kell februárig várni, hogy legyen belőle. Te vagy az én emberem. Igen. Volt egy olyan, aztán az egyik barátom adott tervet, ilyen skiczet, tudjátok, ez a wireframe, mintha rajzolva lett volna, de digitálisan megszerkesztve, hogy itt lesz egy gomb, ott lesz egy gomb, és az ügyfél azt mondta, hogy fú, ez nagyon jó ez a design, ez nagyon tetszik neki, és igazából egy fekete-fehér design volt, ugye ilyen wireframe-mel összerakva, de az ügyfélnek tetszett. Úgyhogy ezt csak le kell menteni. Command-S, jobb gomb, mentés, hát most nem tudom.
és utána lehet futtatni. Jó, szóval értesítések beállítása. Három értesítés szint van. Az egyik a rendszerértesítés, amit ugye be kell kapcsolni. Azt az alkalmaz a beállításokon belül tudjátok kapcsolgatni, úgyhogy az alap lesz, hogyha ki szeretnétek kapcsolni, vagy újra bekapcsolni. Egyébként iOS-en nem is lehet újra kapcsolni, ha tiltottátok, mindenféleképpen el kell menni a beállításokba. Legalábbis, amikor legutóbb iOS-eztem pár éve még úgy volt. Ezen kívül van a menetrend, hogyha menetrendről szeretnétek értesítést kapni, illetve a social posztokról szeretnétek, Instagramról, Twitterről, stb. Akkor ezeket külön tudjátok állítani. Bám. A hambi menüt. Ott egy hambi menü. Közben... Lesz olyan felület, ahol közvetlenül tudnak jönni, kommunikálni mondjuk azokkal, akik használják az appot, vagy ez csak az értesítés rész, ők rendszerüzenetben tudnak kommunikálni. Tehát ők tudnak egy olyan üzenetet küldeni, amivel csak mondanak valamit. Például a ma esti stream elmarad. És akkor ez nem tud sehova vezetni, ez nem megy sehova, hanem csak jön nektek egy értesítést, hogy elmarad a stream. Úgyhogy ez is az egyik... egyik funkcionalitás, ami nagyon hasznos lesz nekik, hogy közvetlenül itt tudnak erről szólni nektek. Mutasd már meg például. Igen, a hambi. 20 a pénz, hogy több pénzt tudjon leírni. Na, ezt majd nem sikerült elolvasni. Jó. Mondtad, hogy a bejelentkezés nem lesz, de itt mégis ki van írva, hogy bejelentkezve, és megtartja az állapotot is, akkor most ez hogy? Igen. Igen. Ez még... ez nem a bejelentkezés, hanem inkább a lejelentkezés, vagy tehát, hogy ha valamire tudsz jelentkezni, akkor legyen egy mód, ahol le kell jelentkezned a sorsolásról, úgyhogy ezt még finomítjuk, de jogos. Tehát igazából maga az app eltárolja, meg valószínűleg, hogyha van még egy sorsolás, akkor ne kell még egyszer végigmenni a folyamaton, hanem már ha az appban megvan a fiókod, akkor csak kipipáljuk, hogy jelentkeztél. Ha ez valakinek nem tetszik, hogy ott tároljuk a Twitch-es credentialjét, akkor nem kell jelentkezni. Egyébként meg szerintem nagyon sok embernek... főleg akinek 2FA van, stb. Csak megnehezítenénk az újra jelentkezését, úgyhogy ez ezért. True, RNG sorsolásnál miért baj, ha open source projekt, ez így nem adja ki. Nem szeretnénk tudni, vagy nem szeretnénk, ha tudjátok azt, hogy milyen logika alapján történik a sorsolás, mert akkor nagyon könnyű vele visszaélni, mert tudjuk, hogy vannak huncut emberek. Úgyhogy... ez a legbiztosabb. Igyekszünk minél ferebb játékszabályokat lefektetni. Ismét, bocsi, lehet már volt, csak meeting zaklatnak itt közben, szóval YouTube videókról is lesz majd értesítés, az appon lesz. Lesz kivéve a VOD csatorna, mert akkor nagyon sok értesítés lenne, úgyhogy annak annyira nincs nagy hírértéke. Jelenleg ez a tényállás. Építészként napi szinten kapjuk meg a kedves ügyfélétől nézetrácsos lapon hozott alaprajza, hogy de hát készül már, kitalálta, csak le kell rajzolni. Hát igen. Akkor szintén zenész, hasonlóan. Mi egyszer kaptunk PPT-ben UI tervet. De az ügyfél az olyan PPT mágus volt, hogy minden PPT-be csinált, és amúgy hogy baromi könnyű volt az alapján dolgozni. Beszarás. Már bocsánat. Ja, hát a hambi menü mögött csak a settings van, aztán jó idő. Igen. Igen. Az értesítések csak szöveg alapúak lehetnek. Igen. Fel kell állnom. Imi 4 óra alatt meg vagyok a UI-jal, 16 óra múlva. Hogy a tökömért nem rendezi ezt a tívet középre? Lehet, hogy ez lesz. Lehet, hogy ez lesz. Igen, próbáljuk slimen tartani, egyszerűen tartani a projektet, vagy az alkalmazást,
de mégis kellett egy beállítások menü, úgyhogy még valószínűleg, tehát ez a legkiforratlanabb része az alkalmazásnak, úgyhogy szerintem itt fog legtöbb minden változni, mire odaérünk, úgyhogy ennyit engedjetek meg. Oké. Ha fair a sorsás, akkor nem sima random. Érdekes kérdések ez. Erről lehet majd Pisték fognak jobban nyilatkozni. Ami az én fejemben van, hogy ők azokat szeretnék jutalmazni, akik minél jobban követik őket, minél jobban részei a közösségnek, úgyhogy ez alapján. Értem a gondolatmenetet, hogy a randomitásban van a legnagyobb fairség, de egy szabály van, hogy azokat szeretnék jutalmazni, akik aktív tagjai a közösségnek, és követik őket. Én ennyit tudok elmondani. Viszont azt szeretnénk, hogy akik bannolva vannak, meg nem tudom, azok ne nyerjenek semmit. Ezt így előre mondom, hogy azt szeretném megoldani, hogy a bannolt emberek nem vehetnek részt a sorsoláson. Bocsánat. Jó, használd a jó öreg centeteket. Mákos Beigli. True Randomnál hogy nem lehet fair, nem kötekedni akarok, de ez az indoklás így elég sánta. Szerintem árnyaltam a dolgot, úgyhogy. Jó. Igen, van benne súlyozás. Egy fair súlyozás legyen benne, akkor úgy mondom. Jó? Látom, van kódjár YouTube csatorna, ez a fejlesztés hozzá. Igen, ez felkerül majd oda. Oké. Okay. Jó. És közöket lehet kattingatni. Na, hát megnézem a kis jegyzetecskémet. Igen, az adminról még nincsen design. Az admin lesz a legvégén, azt még nem találtuk pontosan ki, meg igazából, ha minden nagyon előre specifikálnánk, és mégis kell egy új funkció, vagy bármi, akkor az összes platformon minden interfész, mindent újraírni, az is bonyolult, úgyhogy az még nincs teljesen kitalálva design szinten. De hát ez egy admin felület lesz, tehát olyan fú, de nagy csodát ne váljatok vele. Valószínűleg valamilyen React-es admin felületet szeretnék bekötni, valahogy azt megmutatva, hogy milyen egyszerűen össze lehet rakni egy admin alkalmazást, hogy az ember jól használja a konvenciókat. Meglátjuk, ez még nincsen teljesen kiforva. Fehér bojtós könyv, az a Remote a 37 Signals-től, akik a Basecamp már azóta elég etalon a szakmában, ajánlom, távmunkáról szól, ők eleve távban dolgoznak, nagyon sok mindent leraktak az asztalra a piacon, és az összes könyvük bestseller, szerintem baromi jó. Mindegyik a Getting Real, a Rework, Remote, és még van egy kettő, és hirtelen nem jut eszembe. Úgyhogy ajánlani tudom. Tényleg a TikTokot, posztokat is lehet importálni videóként, vagy a lejátszáshoz átvisz majd. Minden átvisz, tehát hogy nem kezdünk el itt, nem helyettesíteni akarjuk igazából ezeket az oldalakat. Úgyhogy nem lesz videó lejátszás, meg semmi ilyesmi. Fejlesztői oldalról van különbség, hogy az app az régiózáras, vagy nem. Azt mondtad, valószínűleg nem lesz az, de mitől függenek ezek a dolgok? Vannak olyan alkalmazások, amik bizonyos elveket megsértenek, például a keleti kultúrában, akkor szoktak ilyen régiózárast, vagy ha a pricing modell nem kivitelezhető az adott térségen, tehát ez sok mindentől függ. Én nem tudok arról, hogy a srácok szeretnének ilyen régiózáras, tehát hogy azt mondani, hogy csak Magyarországon lehet használni, úgyhogy szerintem nem lesz. Nem tudok
nem tudok róla, inkább így nyilatkozok. Adminfeledben lehetne annyit csinálni, hogyha 5 másodperc alatt 20-nál többet kattint, akkor feldúsz egy üzenet, hogy Pisti, ne kattingass, nem, hanem dolgoz. Zsolti. Na várj, akinek van banja, de nem bannolt, őt figyelembe vesz a rendszer sorsolás esetén? Ennyire nem találtuk ki. Vegye figyelembe. Nem tudom. Azok, akik eleve kilettek bannolva, nyilván akik valami csintalánságot csináltak, tudom, persze vannak, akiket véletlenül bannolnak ki, stb. A shape up, igen, Soma. Az is nagyon jó. Ezt nem velem kell megbeszélni, ezeket a dolgokat. Úgyhogy valószínűleg, aki bannolva lett, az csinált valamit, ami miért bannolva lett. Ezt ebbe bele lehet menni. De valószínűleg, aki bannolva lett, úgyhogy nem akarta, hogy bannolva legyenek, az nem biztos, hogy akar sorsoláson részt venni. Igen, most Twitch. Arról beszélünk. Ugye csak ennyi információ lesz nálunk, hogy a Twitch fióknak a profilja. Ha megnyitok egy posztot majd, akkor böngészős verziót nyitja meg a social oldalakból, vagy a dedikált appot. A dedikált appot, hogyha fel van telepítve, ha nem, akkor nem. Úgyhogy vagy először megnyitja a böngészőt és tovább dobja, ez nem tudom, amikor iOS-t fejlesztettem, ez nagyon kaotikus volt a deep linkelés, meg minden egyéb. iOS-en, lehet azóta már jobb a helyzet. Úgyhogy. Én is bannolva lettem a Discordról, mert beraktam a streamnek a linkjét. Ugye még nagyon friss volt a hír, nem tudtam mindenki, és pont beszéltem, hogy mondtam, hogy oldjatok már fel. Úgyhogy előfordul ilyen, tehát, hogy akkor a közösség, hogy szerintem mindenre van példa, úgyhogy... Na, Androidon akkor ezt lehet még customizálni is. Legend Killer 8-nak köszi, hogy itt voltál. De az Discordban volt, tehát, hogy... De lehet, akkor én nem nyerek. Én is kaptam régen, mert nem értettem egyet, a stílus nem volt éppen megfelelő, aláírom, de megbeszéltem, azt hiszem Balázs is levette. Ez ilyen. Egyébként ez itt is érvényes, bármit lehet mondani. Nyilván a stílus határozza meg azt, hogy eltűrjük vagy nem tűrjük el. Én el tudom fogadni, hogyha valakinek nem tetszik a hajam, de szerintem jó lett. Nem, szóval, hogyha valaki nem ért egyet azzal, hogy mit, hogy csinálunk, azt lehet jelezni, sőt, én szeretnék ebből tanulni. Aztán meglátjuk. Köszi. Csak lelőttem, mielőtt Gizmo itt rárepül erre a magas labdára. Úgyhogy nálunk kilik a Discordon jól viselkedni, különben Invisible Programmer elintézi, hogy ne legyen jó kedved. Jót vagy rosszat, mi egy kis ideig használtuk, most már kiváltam abból a csapatból, de Pitch Framework-öt most is használom belőle. Na ezt nem tudom, hogy mire jött a Shape Up-ra. Ja igen, Gizmónak, igen, tényleg ők is. Maga a koncepciója egyébként nekem tetszik, csak hát... Szia, lehet, hogy hülye kérdés lesz, de a Debrecen Egyetemen kezdtem el programtervezői szakon tanulni, és szerinted a jövőben ez a tudással el lehet kezdeni mondjuk egy applikáció készítés vagy fejlesztését. Mindenképpen én is ott tanultam, és most a kódjárnál dolgozok. Persze, el lehet, de igazából nem is az egyetemi tudással, tehát nagyon sok időt kell neked magadnak belerakni. Ez egy ilyen szakma. Átváltok akkor. Szóval ez a szoftverfejlesztés, ez egy jó szakma olyan szempontból, hogy magadnak ki tudod tanulni, és ki tudod járni az utat. Viszont eleve nem tudsz olyan képzést kapni egy egyetemen, vagy valamin, ami már így kezedbe adja. Most
ha megnézzük például egy jogászt, vagy egy orvost, más a képzés, máshogy működik. Ugye nem úgy van, hogy nem tudom, elmész műteni úgy, hogy egy internetes kurzust végigcsinálta és kapta egy szertifikátet. Ilyen szempontból tök jó az a szakma, hogy akinek van elkötelezettsége és csinálni akarja, az magának meg tudja tanulni. Baromi nehéz, nagyon sok idő. Még egyetem mellett is úgy, hogy ott adnak egy alap egyetemi tudást, még úgy is nagyon nehéz, mert gondoljatok bele, hogy még a cégek, akik pénzt kapnak azért, hogy a szakmában dolgoznak, még azok se tudnak lépést tartani a technológiával, hát még az egyetem. Úgyhogy nagyon sok múlik azon, hogy hogy állsz az egyetemhez. Jó. Alapvetően jól hangzik a metodológia, de egy kisebb csapatnál halál, mert nyilván nem reális, hogy mindig mindenki kiszállog az adott feature-re, tudjon koncentrálni egy cycle-ben. Köszi szépen mindenkinek, aki a hajamat dicsérte. Igen, hát nem mindenkit veszünk fel sajnos, bocsánat. Főleg aki nem jelentkezik, azt nagyon nehezen tudjuk felvenni. Fejlesztés, UX, UI design, service design, mind olyan szakma, amit akkor tudsz jól csinálni, ha beleteszed a szabadidődet, hogy tapasztalatot szerez, így van. Nagyon nehéz szerintem úgy egyről a kettőre lépni ebbe a szakmába, hogyha valaki hogy mondjam, nem hivatásként tekint rá, vagy nem él együtt a technológiával, meg az egész iparral. A tesz, te csak bolondozol mindig. Kezdő fejlesztőket is vesztek fel. Igen, veszünk fel, viszont egy mentorprogram után. Most már kezd kialakulni nálunk ez a metodika, hogy aki kezdő, fejlesztő, 0 kilométeres, úgy szoktam mondani, az először egy 3 hónapos képzésen vegyen részt nálunk, nagyjából 3 hónap, és az alatt mi megadjuk azt a tudást, amivel már nálunk el tud helyezkedni junior fejlesztőként, 3 hónap után adunk neki egy ajánlatot, és utána el tudunk kezdeni dolgozni. Ez alatt a 3 hónap alatt egy ilyen kitalált projekten kell dolgozni, tehát nem ingyen dolgoztatjuk egy ügyfélprojektnek, hanem kitalálunk valami Móriczka projektet, ami színes, szagos, kb. Mintha egy ügyfélprojekt lenne, és azon kell csapatban dolgozni. Most zárult le a webes backend frontend mentor programunk 1-2 hónapja. Valószínűleg indítani fogunk talán mobilosat. Szeretnénk, hogyha folyamatosan, majdnem folyamatosan, 1-2 hónap kiadással folyamatosan lenne ilyen mentorprogram, hogy nagyon jó emberekkel tudunk így együtt dolgozni. Igen, Gáben és Flappy onnan csatlakozott hozzánk. Talán majd lesz egy beszélgetés, ahol elmondják a tapasztalataikat. Ne, bele. Csavarodtam. Nálatok lehet szakmai gyakorlatot végezni? Igen, ez szakmai gyakorlatnak is kiváltató, tehát hogy szerződésbe vagyunk egyetemekkel, úgyhogy alá tudjuk adni. Nem is sikerült szerintem, mire befejeztem, elfelejtettem az elét. Szóval igen, de juniornak úgy nem veszünk fel embert, akinek még nincs tapasztalata, vagy legalábbis az elmúlt pár hónapban, fél évben, talán évben nem történt ilyen. Amikor egy adott pozícióra keresünk embert, akkor már tapasztalata rendelkező embert keresünk. Tudom, ez csúnyán hangzik, de sajnos ez így van. Viszont a mentorprogrammal meg szeretnénk megalapozni a jövőnket. Tehát akik a mentorprogramban részt vesznek, ők a hosszú távú befektetés úgymond, mert hogy ők már azért nem lesznek olyan szinten még, bocsátok, a mentorprogram végén, hogy azt a feladatot el tudják látni,
mint amit egy kiírt pozícióra egy medió vagy egy szenyort szeretnénk felvenni. Úgyhogy nálunk most ez a stratégia, úgymond. De egyébként például Gizmo is, igaz, még akkor nem hívtuk mentor programnak, meg nem így volt felállás, de mondhatni, hogy ő is így került hozzánk, és így lett nemzetközi szoftverfejlesztő mester. Juniorként csak fiatalokban gondolkodtok, általában, vagy karrierváltókban is. Abszolút, abszolút bárkiben gondolkozunk. Nem egy és nem két kollega volt van, aki szakmát váltott, és aki nem IT végzettséggel került hozzánk. Az egyik srácnál most az Android csapatvezetője. Úgyhogy lehetséges ez. Nagyon kemény munka volt neki, őneki pszichológiai diplomája van, azt hiszem, vagy valami ilyesmi, szervezetpszichológia, és nagyon-nagyon-nagyon sok munkát tett bele azért, hogy ott legyen, ahol most van, úgyhogy lehetséges ez, csak az embernek tepernie kell és dolgoznia kell, és hát tanulnia kell. Lord Chongi, bocsi, Node.js-ben lesz a backend, microservice framework-kel, a molekulár JS-sel, TypeScript-ben, Mongo, Docker alapokon, az alkalmazások natív Kotlin, Swift, és a web admin backend, az pedig React, valamilyen admin React framework. Ez még nincsen teljesen kitalálva. Csak helyileg dolgoznak nálatok, vagy esetleg remote is. Remote is van egy kollégánk, aki szegedi. Vannak mások, akik közelebb vannak, de remote-ban. Egyébként hibrid módszert alkalmazunk, tehát igazából akkor jön be a kollega, amikor tud vagy szeretne az irodában. Változó, hogy mikor hányan vagyunk bent. Reacthoz a Chakra UI elég jól néz ki. Megnézzük. Ott is fogok kollégákra hagyatkozni. Igazából egy ilyen közös döntés lesz, hogy mit meg hogy fogunk. Nulláról alapozáshoz jó pár normális Udemy képzés, vannak használhatatlan kurzusok. Egy bizonyos szint után már csak könyvek, cikkek és éles projektek fejlesztenek. Így van. Én annó egy saját ilyen projektmenedzser webalkalmazást összeraktam. Sőt, igazából azt utána újraírtam, és utána megírtam még egyszer más felállásba. Azt hiszem egyszer. De most azt újra kellene fejleszteni, tehát több munka van benne, mint ebbe a VR-os projektbe. Nagyon sokat dolgoztam vele, ez a főállásom mellett volt, én Java fejlesztő voltam, és nagyon megtetszett a Ruby, illetve a Ruby on Rails, és azt ezen az alkalmazásokon tanultam ki. És Discordon dobáltam be régebbi képeket, hogy hogy nézett ki a különböző verzió, nagyon vicces volt, hogy honnan hova jutott. Nem lett belőle semmi, de nagyon sokat tanultam belőle, megtanultam a Ruby on Rails, vagy kiismertem inkább úgy mondom, mert megtanulni nem nagyon lehet. És igazából a kódjárat azt már úgy kezdtük el, hogy Ruby és Ruby on Rails fejlesztést vállaltunk. Azóta történt egy technológiai váltás, de mai napig nagyon szeretem azt a frameworköt, meg azt a community-t, nyelvet, illetve nagyon egyediek voltunk Magyarországon, hogy vállaltunk ilyen projektet, ami ahhoz vezetett, hogy elég sok legacy projektet kellett átvennünk, mert nem találtok Ruby on Rails fejlesztőt, de itt vagyunk, nem panaszkodtok, úgyhogy hogy mondjam, megérte belerakni azokat az órákat abba a projektbe, és emlékszem, hogy egy karácsony volt, amikor én nyitom egy szerver oldalt, és azt Devecserből, nem is tudom, honnan kollega meghívta mobilabból, és így interneten keresztül,
2010-et írtunk, 11-et, nem tudom, akkor még úgy nagy szám volt. Úgy te csak így felraktál egy szervet, és így valaki meghívta mobilról, iOS-ről, hogy akkor még a 4-es iPhone-ok voltak, vagy még az se. Úgyhogy édesanyám megkiabált, hogy menjek, mert feldíszítették a fát, és vacsorázunk. Úgyhogy ez ilyen ez a szakma. Mennyire kell matek tudás mai programozónak? Kevésbé, mint régen? Sokkal kevésbé. Van egy szervezet az IT Debrecen, debreceni IT cégeknek a csoportosulása, hivatalos szervezete, és ott tevékenykedünk. Én a hallgatói munkacsoportban vagyok benne, és azt vezetem, és dolgozunk azon, hogy a hallgatóknak egy ilyen mátrixot elé rakjunk, ahol súlyozva megjelenítjük, vagy információt adunk arról, hogy melyik tantárgy melyik szerepkörhöz, IT szerepkörhöz, vagy munkakörhöz mennyire súlyozott, és egy kicsit adni nekik valamilyen információt. Hogyha te például AI fejlesztő akarsz lenni, akkor lehet, hogy neked ez a tantárgy az, amire rá kell feküdni. És az spoiler, ezek azért kijött, hogy frontend és backend fejlesztő, a matek annyira nem súlyos. Már nem úgy programoznak, mint 30 éve ezelőtt. Harmadjára kezdtem el írni újra a React Nessie-es projektemet. Florian, de ebből mindből tanulni fogsz, úgyhogy keep it up. Tü-tü-tü. Mennyire kell? Igen. Igen, szóval Palid jól megvászolta, tehát hogy nagyon függ attól, hogy milyen területen dolgozol. Igen, mondjuk a matek az szerintem nem csak IT-re, hanem mindenhol vonatkozó. Pénztárosnak is azért kell a matek, tehát hogy ez elég az életünk része. Én végignyomtam vagy 8 különböző angulár tutoriát, hát vannak hiányosságok és hülyességek majdnem mindegyikben. Ez sajnos ilyen, nagyon nehéz egyébként olyan anyagot összerakni, ami univerzális, tehát kezdőnek, középhaladónak, haladónak is megfelel. Én azért se próbálkozok ilyen YouTube videókkal, meg ilyenekkel, mert baromi nagy tudom, hogy nem csinálnám végig is, nem is élvezném. Meg nagyon nehéz egy ilyet jól összerakni, nagyon sok erő. Hála jó Istennek, most a helyemen lehetőségem van új projektjeinket megcsinálni, és sokat gondolkodni rajtuk. Bízom benne, hogy hosszú távon jó lesz ez. Köszönöm szépen még egyszer a tippeket. Na, szuper. Somának, big up. Mit kaptam karácsonyra? Nem emlékszem. De kiskoromban kaptam egy hupikék, törpikék kazettát, azt nagyon szerettem, arra emlékszem. Egyébként nem nagyon emlékszek a karácsonyi ajándékokra. Csóró gyerekek voltunk, még a kazetta is más volt. Kinek mi ugye használat szempontjából mi szeretjük a materiált, jó dokumentációhoz, szerintem, hát meg kiforradt igazából. Remélem lesz DB szerepkör, van benne az is, úgyhogy én már CSS-nél lemaradtam. Hát a JavaScript, igen, az exotikus nyelv. Nyilván egy pénztárosnak is szükség van matekra, de integrációt deriválni nem igazán. Persze. Szoktam csinálni GreenSock ISL animációkat, mikor mikrointegrációkat, és most pont kellett egyhez, adtam kettő függöny. Azzal lett kiszámolva, hogy nyilván mindig 20 óra mutasson, szóval néha azért jó olyan matek. Mindig jó olyan, csak most nem, tehát hogy a belépési szint, hogy el tudj helyezkedni, és tudjál érdemben mocorogni abba, azon a területen, abba a szakmába, tehát azért más-más. Kifogytam. Nem kell erős matek szerintem. Én például nem vagyok erős matekból. Én
gyorsan számolok, csak rosszul. Na jó, ezt a matek tanárom mondta. Egyetemen szerintem például egy frontend fejlesztőnek nagyon szélsőséges esetben kell egy erős matek, ami tényleg már deriválás, ilyesmi. Tehát, hogy nagyon sok minden, még frontenden is vannak olyan dolgok, például animációknál, ahol nem biztos, hogy a matek tudás kell, inkább csak a szemléletmód. Én nem tartom magam matekból erősnek, tényleg. Ahogy mondtam, 6 évig csináltam az alkalmazott matematika miatt az MSC-t, de viszont 3D-ztem, és térben, koordinátákban szerintem nagyon jól gondolkozok, és az nagyon sokat segített például animációkat csinálni, akár mobilon, akár webes frontenden. Egy szint, most nem azt mondom, hogy hú, de szép animációkat csináltam meg, stb., de hogy jobban boldogultam matek nélkül. Előkerült másfél óra is a menedzserem. Lehet itt volt a menedzsered is. Köszi, hogy itt voltál, Zsolti. Have fun. Legalábbis, ha jó vagy matekból, akkor könnyebb animokat írni. De az nem nagyon high level szint. Ja, ez a ízére gondoltál, deriválás, ilyesmi. Persze. Te milyen operációs rendszert használsz? Én macOS-t. macOS-t, azért ilyen a tematikája a stream eleje végének. Frontendesnek a bootstrap gridekkel kezd max számolni. Egy kis felítéssel, igen. Jó matek a projekt bücsé, kiszámolásához kell, de oda nagyon kreatív matek kell, igen. Nem egyszerű. Inkább úgy fogalmaznék, hogy side buildhez nem kell matek, rendes frontend fejlesztőnek inkább animation gestures, és akkor ezek csak a teteje. Van még csomó más, ahol kell. Így van. Szia, Kunor 6. Közben köszi szépen a követéseket. Valóban. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes szakma. Nagyon sok mindenben különbözik más szakmától. Jó, közben megnézem a jegyzetem, de szerintem végigmentünk mindenen, még lassan letelik az időnk. Ha valakiben maradt még valami kérdés, vagy hozzáfűzni való, akkor nyugodtan tolja be. Most már úgy bírom követni a csetet. Lesz majd Figma link, azt hiszem, vagy nem tudom, hogy soha válaszolta rá, de lehet majd, ha végleges, akkor. Nem tudom, ez csak az én gondolatom volt. Majd ebben soha nyilatkozik. T3 stackre hallottál már, most így nem ugrik be. Kösz szépen, LSK. Élveztem én is. Egyébként. Majd megpróbálom visszahallgatni, mert szerintem az elején nagyon-nagyon hatartam. Nem van egy ilyen rossz tulajdonságom. És az a szabolcsi akcentussal nehezen emészhető. Na és inkább egy lóméretű kacsával, vagy 100 kacsa méretű lóval harcolná meg. Wow, milyen HR-es kérdés. Te Google-től vagy? Egy lóméretű kacsával, vagy 100 kacsa méretű lóval? Szerintem én egy lóméretű kacsával. Aki jó nagy mája lehet. Az egész család ellene vele ünnepekkor. Ne haragudj, nem akarok bunkó lenni, még most jöttem, de te ki vagy? Szia! Ez így vicces volt. Újlak Imre vagyok, a Kógyár Kft. Egyik alapítója és technológiai igazgatója, illetve én fogok itt dumálni ezen a csatornán. Rajtam keresztül tudjátok majd követni a VR alkalmazásnak a fejlődését, fejlesztését. Nagyjából ennyi a rövid történet.
aztán azt nem tudom, mire vagy kíváncsi. Milyen szabolcsi akcentus, ha már civis akcentusod van? Hát már nem tudom. Nekem tetszett, egy kicsit beleláttam a tervezésbe, jöhet majd a kódolás is, jegyzeteltem a javasolt forrásokat is, köszi. Na, örülök neki, Áldír, tök jó. Igen, egyébként van kint a Twitch-en is egy kis információ, weboldal, megtalálhatóak vagyunk, van weboldalunk, kódjár.eu, illetve van egy factory.kódjár.eu, ami még nem teljesen hivatalos, még át kell egy kicsit böngészni, mert még nem végleges a szövegezés, meg az elrendezés, de lesz egy ilyen. Lemaradtam az elejéről, itt végigkövethető lesz az app fejlesztés, gondolom nem open source-szal, nem hiszem, hogy kódot terveztek osztani, vagy mi látható itt úgy általában. Nem open source lesz, de a fejlesztést, az, hogy ahogy én a kódot írom, azt látni fogjátok, illetve nem minden kód lesz itt megosztva és bemutatva. Lesznek olyan részek, amiket lehet, hogy színfalak mögött fogunk azért, mert annyira nem izgalmas egy projektgenerálás, vagy bármi ilyesmi. Úgyhogy ciao. Úgyhogy azokat nem fogom megosztani, illetve vannak kollégák, akik besegítenek nekem a háttérben, akkor, amikor az ő idejük engedi, nyilvánosan lesz streamelve. Viszont megpróbálom az érdekes részeket, azokat streamre időzíteni és bemutatni. Szerintem egy tök jó kis egyveleget fogtok kapni, hogy egy ilyen egyszerű rendszernek, ilyen egyszerű két mobil alkalmazás, hoz mennyi komponens, mennyi munka és mennyi agyi kapacitás kell, mert hogy ez két alkalmazás, de ez kell egy API, kell egy adatbázis, kell hozzá egy webes admin felület, kellnek hozzá krónok, amik szinkronizálnak a különböző rendszerek között, hogyan oldjuk meg azt, hogy kiszolgáljunk ennyi embert, amennyi lesz majd itt, mert valószínűleg február 14-én lehet, hogy sokan le fogjátok tölteni és megnézni, milyen technikákkal lehet felkészülni egy ilyen nagyobb loadra, stb. Igyekszünk átadni a szépségét ennek az egész processznek. Én majd egy debug streamet néznék meg, azt én is. Lesz majd publikus, lesz majd privát beta tesztelés, itt a csatornapontokkal tudtok rá jelentkezni. Lehet, hogy lesz publikus, ezt majd még akkor Pistékkel majd egyeztetnem kell, szerintem ők benne lesznek amúgy. És majd lesz olyan, amikor elönt minket a szarvihar, mondjuk így. Tehát amikor jönnek a hibajelentések, és akkor fel kell gyűrni az ingúját, és el kell kezdeni reszelni, és javítani, és újra tesztelni regressziós módon, úgyhogy szeretném a nehézséget is megmutatni. Lehet, hogy fájni fog kicsit, de hát ilyen az élet. Végül csak a legparasztabb módon fogalmazta meg, de a lényeg, hogy nem volt bunkó. Értem, de most... Ez ilyenekkel nem sérülünk meg. Végül is értem, hogy mire célzott. Oké. Okay. Köszi, bocsi, ha már volt, de akkor a nyelvtechnológia már ismert. Visszanézem, ha ezek voltak, már is gondolom voltak. Még csak háromszor szerintem. Node.js, TypeScript, molekuláris és microservice framework, MongoDB, Docker, Kotlin, Swift UI, Kotlin Bassam Compose, de ezt majd az androidos srácok megmondják, és valamilyen reaktos webes framework az admin felülethez. Az ismerős rendszer felügyettel foglalkozom most. Na hát akkor tudod, Áldír, hogy milyen az... Amikor jönnek a ügyfél visszajelzések. Én szeretem az ilyet, egyébként, amikor így itt egy halom task, és akkor lehet csinálni.
De azért nem csinálnám ezt folyamatosan áldon, nyilván. Egyébként róla még azt kell tudni, hogy napi szinten nagyon keveset kódolok, más módon tevékenykedek. Maga ez a stream, meg az egész dolog, amit csinálok, ez már csak arra is jó, hogy egy kicsit frissen tartsam a tudásomat, illetve mindig próbálok valamilyen kis challenge-et is kitalálni magamnak, hogy nem az legyen, hogy arról beszéljek, amit tudok, ne csak az, hanem én is fejlődjek egy kicsit vele. És például most az Android az kifejezetten ilyen lesz, mert Androidban még nem fejlesztettem Androidos környezetben, Kotlinnal. Egyszer-kétszer kellett egy-egy algoritmusba besegítenem, de hogy az igazából bármilyen nyelven lehetett volna, nem a nyelv volt a lényeg, meg a környezet. Úgyhogy nálam ez azért elég nagy hiányosság így CTO-ként, hogy az Androidban nem, Androidhoz nem nagyon tudok hozzászólni technológiai szinten. Nagyon nem probléma, mert nagyon jó Androidos fejlesztőink vannak, akikben maximálisan megbízunk, de azért csak jó, hogyha látom, hogy milyen kihívásokkal küzdenek nap, mint nap. Úgyhogy ez így árnyalja egy kicsit a dolgot. Minek is kellene neked? Hát itt vagyok én is. Android fejlesztőnek? Nem tudom, miről van szó. Na jó. Már ennyit terveztem. Egyébként fel fog kerülni YouTube-ra, amint időm engedi. És ott vissza lehet nézni, aki lemaradt esetleg róla. Nagyon szépen köszönöm azt, hogy itt voltatok, nagyon szépen köszönöm a követést, a támogatást, az érdeklődést. Tök jó szerintem az, hogy ennyire nyitottak vagytok egy ilyen kezdeményezésre, és igyekszünk úgy bemutatni ezt a projektet, hogy tényleg ez egy közösségi platform legyen a közösséggel együtt előállítva, vagy létrehozva, vagy nem tudom, így rúgdosva, úgyhogy szeretnénk minél átláthatóbb, nyitottabb kommunikációt az egész fejlesztésről, hogy tudjátok azt, hogy amit végül a kezetekben tartottok, az hogyan is született meg, és minden keresztül, mire eljutott a ti telefonotokra, úgyhogy én már nagyon várom a csütörtököt. Úgyhogy, ahogy mondtam, kis változás, majd felveszem az ütemezésbe. Sajnos nekem nem lesz ilyen jó alkalmazásom, mint a srácoknak. Nekem a Twitch ütemezés lesz. 3:30-kor kezdünk, egy fél órával előrébb hozzuk, tehát 3:30-tól 4:30-ig a backend apit kezdjük el. Valószínűleg egy kis alapozás lesz microservice-ekről, összerakjuk a projektet, vagyis hát bemutatom a projektet kód szinten, vagy így strukturálisan, meg a különböző szemléletmódot, hogy hogyan is kell egy ilyen rendszert összerakni ilyen környezetben. Ilyen már volt a csatornán, de most újra lesz. Úgyhogy igen, YouTube-on vissza lehet nézni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltok. Szép estét! Letelt a 2 óra, senki nem jelentkezett, úgyhogy ezt a szerződést eltépem.
Na bassza, meg csak kódolni kell.